Sziasztok, drágáim! Timi vagyok. Ismét ugye jelentkezem. Kedvetek, én még fogat is mostam. Szép a mosolyom? Na jó, van viccet félretéve. Most egy ilyen kis kari ajándékos, megmutizós kukkancs ide videót készítettem. Kukkancs bele a kari ajándékaimba, amiket vásároltam. Videót készítettem nektek. Elnézést kérek a fejemén, mert mindig zsíros, szóval így ez már kicsit gáz, de hát most direkt mellett, na, szóval erre jut idő. Na, mindegy, viccet félretéve. Hát remélem tetszeni fog nektek, de még mielőtt belekezdenék, gondolom már tükön ültök, hogy milyen kari ajándékokat kapnak az írókonaim, meg főleg az én kislányom. Szóval még mielőtt belekezdenénk, azelőtt nézzétek meg a kis szőszenetemet, amit most ide berakok nektek. Igazából ez arról szól, hogy elmentem és megnéztem a nagy, hatalmas nagy Tesco, Disco, Hiper, Super Market kínálatát, és ezt nézhetitek meg, hogy játékban mit kínál a Tesco, Disco, Hiper, Super Market. Úgyhogy nézzétek meg először ezt a kis szőszenetet, aztán jövök vissza, addig lenyomok egy kávét, pápa. Itt vagyunk a Hippie Supermarketben, a La Tesco, ahol ugye a legkisebb is számít. Na hát most meglátjuk, hogy mennyire számít a legkisebb. Nézzük a kínálatot. Kari ajándékot keresünk. Itt egy bazi nagy hóember. Még a hóágy is kevés lenne ez. Ha igazi hóból akarnánk felépíteni. Gyerekek, békás mérőszalag. Mérd meg, mekkora a lábfejed. Nagyon durva. 3-6 éveseknek. Elég gáz. Ez durva. Idő nyelvi. Autózós Barbie, menő. Én kicsi pónim. Én kicsi pónim, még mindig menő. Cuki ez a kutyus. Én a Hannának is van, csak rózsaszín fülű. Tanuló kutyus. Ez tényleg hasznos. Rockstar dobszett. Na, ezért akar mindenki dobos lenni. Itt vannak ilyen egyéb dobolók. Itt ezek aranyosak. Rockstar gitárszett. Nem semmi. Hatalmas rénszarvas. És mekkora óra van? Nagy piros óra van. Hatalmas rénszarvas. És mintás pulcsia. Veszünk el a pős rengetegbe. Mekkora medve? Nem cuki. Nem pocsi szemű.
Sziasztok! Én vagyok a poti szemű Matyek, innen a Tesco-ból. Megyetek meg! Kukucs! Ismét itt vagyok, drágáim. Remélem megnéztétek a szösszenetet, és nem mentetek el a melegebb éghajlatra. Úgyhogy most akkor kezdjük bele ebbe a kis kariajándékos, vásárlós kis haul videóba. Ha így belejöttem a haul videóba, gondoltam készítek még egyet, hogy mit kapnak úgymond az én rokonaim, az én közvetlen családtagjaim kariba, ajándékba, illetve legfőképpen azt, hogy mit kap Hannácskám karira. Igazából ezt teszi ki az ajándékoknak a 80%-át. Úgyhogy kezdjünk is bele, mielőtt fölébred a Hanna, mert hogyha fölébred, akkor nem lehet videót csinálni. Na, Hannácskának a kari ajándékaival kezdjük tehát. Hannácskának vettem egy ilyen hatalmas, nagy bazinat hangos könyvet. Nagy hangos könyvem. Láthatjátok? Ez így néz ki. És rajta vannak az állatok, meg minden. Amire hazaértem, gyerekek, kipróbálom, mondom, benyomom az elem videót, tehát van itt ilyen elem pöcök, vagy mi a fene, és akkor benyomom, és akkor mondom, kipróbálom, hogy mit tud ez a nagy hangos könyv. És akkor benyomom, és akkor kipróbáltuk, minden tök jó működik, nyávog a macska, röfög a disznó, patkolaló, nem egyébként, de mindegy, szóval traktor, meg meg minden, tehát tök jó hangja van. Erre elő akarom venni, így most így a napokba, és akkor így nézem, mondom, baszki, próbálom nyomkodni, ugye, most is próbálom nyomkodni, és nem működik. És akkor így rá kellett jönnöm, hogy állásába lemerült az elem. Tehát egy gombelemet kell hozzá beszereznem, mert állásába így lemerült a könyv, úgyhogy ennyit a nagy hangos könyvről, ami hangtalan. Tehát a hangos könyv, ami hangtalan. Aztán, már túl sokat pofázok egy-egy ajándék, mert öljetek már le. Aztán itt a második kari ajándék. Ez egy ilyen My First Pad, ilyen iPad-szerű, 12 hónapos kortól ajánlott. Ez egy ilyen kis nyomkodós, tehát ilyen gombok vannak rajta, van ilyen húzogatós bigyusza. Kutya! Kutya? Parany! Kicsit parasztul beszél a nő, de attól függetlenül, tehát egészen jó használható kis darab ez. És akkor így, ha átváltunk, akkor itt a számokat mondja. És akkor így számol is. Meg van rajta ilyen szilofonszerű, és még zenél is. Igazából azért vettem, hogy ne az én telefonomokat, nem... Na, szóval, még egyszer. Igazából azért vettem, hogy ne az én telefonomat nyomkodja a gyerek. És te több könyvet is vettem. Van egy ilyen kis tök olcsó darab, Karácsonyi történet, ez a neve, és ez a címe. És akkor, hogyha kinyitjuk, akkor így... Wow, ez ilyen kis 3D-s. Nem tudom, mennyire látszik, de így... Látjátok? Összecsukódnak, kicsukódik, összecsukódik. Na, és akkor... Wow! Itt meg jönnek a szarvasok, meg a télapó, meg a nyuszi is ugrik. És ez ilyen 3D-s, és alatta ilyen kis történet van. Szóval aztán... Lehet, hogy kicsit túl sok mindent vettem megint. De hát, hogyha egyszer vásárolni megyek, akkor nem bírok leállni, szóval... Ez így van. Na, aztán ismét egy könyv, ez egy ilyen kis bajszi kutya ölelése vágyik, Tiri Toli könyv, ilyen kis aranyos kis illusztrációval, és akkor nézzétek meg, de cuki, tehát így kinyitom nektek, és akkor ilyen
Ez ami úgy néz ki, nem tudom, hogy mennyire látszik, így lehet így húzogatni. Meg így. Ezt is így lehet így húzogatni. Most lapozok egyet. Ez tök aranyos. Stopabíró könyveske a pici praclikba. Aztán vettem csak egy ilyen kis, na nagyon bírom az ilyen kis csajos cuccokat, úgyhogy vettem a Hannának egy ilyen kis haj, nek mondják ezt, hajráfot. Aztán ez ilyen kis rózsaszín, ilyen kis csilipiri, hiperszupi, nem tudom, én mit mondjak, virágos, ilyen kis rózsaszínke, nagyon kis aranyos. Majd felrakom neki, aztán majd meglátjátok. Aztán vettem a Hannácskának még ilyen... Bocsánat, csak közben itt minden ledől. Egy ilyen kis... minek mondják ezt? Halljátok. Egy ilyen kis puzzle-t. Méghozzá ez olyan, hogy megmutatom. Ilyen kis fogantyúk vannak rajta, és akkor ki lehet venni ebből a lyukból, mert be lehet rakni, meg később az alatta lévő lyukat. Szóval az alatta lévő lyukat ki lehet így színezni. És még mindig nem végeztünk ám, tehát még mindig a Hannának az ajándéka jönnek. De már nem sok van. Úgyhogy aki unja, az már... De akkor annak mondom, hogy már nem sok van vissza. Aztán vettem egy... Ja, az előzőt azt a Tesco-ba vettem. Aztán vettem egy ilyen... minek mondják ezt? Build your own zoo set. Play Junior. Szóval egy ilyen állatkertes puzzle-t mutatom. Így össze lehet rakni. Ki lehet rakni az állatkertbe az állatokat, zebra, oroszlán, elefánt, aztán majom, mindenféle állati őrület van itt, szóval ki lehet így rakni belőle az állatkertet. Fejleszti a kreativitást, finom motorikus képességet és a logikus gondolkodást. Valódi fából, 2-től 5 éveseknek 19 részes, amiből ki tudja, hogy hány rész marad meg 2 éves koráig, amire ki tudja rakni, de szerintem ez tök jó. Tehát így. És akkor a végére maradt egy ilyen kis gyurmázós gyurmafika szett. Mutatom. Ez ilyen mindenféle formák vannak benne, kés, meg... még sodrófa is van benne. Nézzétek! Aztán itt alul van 3 ilyen különböző színű gyurma, zöld, kék, meg fehér, és ilyen különböző formák. Még az ára is rajta van, mutatom. Ott van 699 forint, tehát 700 forint volt. Meg nem mondom nektek, hol vettem, várjátok, akkor is vettem. Az ilyen 100 forintos bolt, vagy mi a franc? Nem 100 forintos bolt. Ami a 100 forintos bolt helyett van. Na jó, nem tudom, mi jut eszembe, de majd ha valakit érdekel, akkor megírom. Hát majd gyurmákolunk, szóval csak ahhoz meg kell találni a megfelelő helyszínt, mert nem akarom, hogy minden még a plafon is gyurmás legyen. Na, szóval ez... ja, hát ez ilyen kis gyurmaszett. És akkor, hát hihetetlen, de végeztünk a Hannácskának a kari ajándékaival, tehát ennyit vettem neki karira, és akkor most jönnek az egyéb kari ajándékok, vagy a többieknek mit vettem. A férjemmel úgy voltunk, hogy igazából nem akartam neki tök fölöslegesen venni ilyen mindenféle ilyen bizbaszokat, és akkor így megbeszéltük, hogy majd mit kap kariba ajándékra, és azt már így be is szereztem neki, ő látott egy jó könyvet, és akkor gondoltam, hogy akkor ezt megveszem neki. Ez a ilyen hiper-szuper okosodjunk ki, Tom Jackson az Agyunk titkai című könyv.
Na, szóval ez egy ilyen, az ajtól szól, tök jó egyébként így az információt, meg az érdeklődést felkelti. Ilyen mindenféle ilyen leírások vannak benne, de vannak tök érdekes dolgok is. Vannak olyanok is, amik például a szülőket is érdekeltik a gyerek fejlődésével kapcsolatban, a beszédfejlődésről is, mert mindenről van szó, én is beleolvastam. Aztán, ennek története van, úgy készültem, hogy ezek a férjemnek egy, minek mondják, egy ilyen borotfáló gépet, és hát bementem a Pennybe, és akkor így tökre így megörültem, mert hogy itt van egy ilyen kis borotfáló izét, visszfaszom, és akkor hú, de jó, majd megveszem, meg Remington, meg izé, mindenféle tök jó márka, és akkor megvettem, gyerekek, és azzal érünk, és akkor mondom a férjemnek, hogy jaj, tudom már régóta, mit szerettél volna, hogy izé ilyen borotfáló gépet, mert hogy már nem jó a régi, és hogy izé már húzza, meg nem jó, meg izé. Szóval ez így tök ilyen hasznos ajándék, én arra gondoltam. És akkor mutatom neki, gyerekek, megvettem, nézz ide, tök jó. Nézzétek! Most szerintetek erről a dobozról látszik, hogy ez borotfa vagy hajnyíró? Mert ugye kiderült, hogy ez nem borotfa. Nem borotva gép, hanem hajnyíró, szóval... De milyen vagyok? Áron tudja hasznosítani. Most már úgy voltam vele, hogy akkor nem viszem vissza. Tehát így borotfát még mindig kéne vennem. Vettem ilyen kis kézzel készített ilyen kis dodó figurákat, vagy dodi? Bocsánat. Pulcsis dodi figurát. És akkor még szereztem be ilyet, mert hogy ezek kis, olyan kis tök aranyosak, tehát ilyen kis cuki kis karácsonyi ajándék. Semmi haszna nincsen, azt tudom, de nekem tetszik. Tehát ilyen kis dódi, mutatom. Tök cuki, nem? Ilyen kis karifigura. És akkor így föl lehet akasztani a fára. Másik az meg ilyen kis szüri. Sziasztok, én vagyok a Dodi figura. Na, és rá van írva, hogy boldog karácsony. Tehát ez ilyen kis fára akaszthatós, ilyen kis figura. Még sája is van neki, hogy ne fázzon egy hidegbe. Ennek nincsenek, csak kabátja van, meg sapia. Nem tudom még kinek fogom adni. Azt szerintem tesóméknak, vagy tesómnak, meg nem tudom. Majd még meglátom. Aztán a sógoromnak vettem egy ilyen, igazából nem tudom, hogy mit vegyek neki, úgyhogy vettem neki egy ilyen, tudom, ez ilyen nonsense lesz, meg minden, meg ilyen, jaj, csomagot, meg ilyen nível csomag, meg minden, tudom, majd leszóljátok, de nível csomagot vettem neki, amiben ilyen, mindjárt mondom, mi van, nível, mert balzsam van, meg szenzitív borotva hab. Na, szóval ezt vettem. Úgyhogy lehet, hogy majd most jönnek a komment szekciókba, hogy jaj, ilyen üzé, nonsense, ilyen kis szaros csomagot vettem neki, meg minden. És szerintem tök hasznos. Tehát, hogyha ő tudja hasznosítani, akkor most miért ne vegyek neki ilyen csomagot? Na. Szóval, ezzel így le van tudva az egész. Most már csak ilyen csomagok jönnek, úgyhogy ha valakit nem érdekel, akkor nyugodtan ki lehet kapcsolódni, le lehet kapcsolódni a témáról. Aztán anyinak vettem egy ilyen bazi nagy Nivea Q10 anti-age táskát. Na, szerintem tök jó ez a táska. Hogyha megy valahová, akkor ebbe bele is tudja pakolni a cuccosokat, amit visz magával. Szóval szerintem tök jó. És akkor ilyen ráztalanító, az tisztító, Nivea Q10 van benne, Q10 ráztalanító nappali arckrém, meg Energy Plus bőrfeszesítő testápoló, szóval mindenféle ilyen energizáló, meg mindenféle bizbaszok vannak. Én ehhez nem értek, tehát aki ilyen beauty szekcióban van, az sokkal jobban érti, meg beauty szekcióban vlogol, elnézést. Szóval aki abban vlogol, az sokkal jobban érti, hogy mi van ebbe.
de igazából én nekem csak úgy tetszett, meg tök jó néz ki ez a kis Aztán úgy voltam vele, ez a kis tatyú. És még amit szeretnék majd nekik kariajándékba adni, azt pedig ugye itt most nem tudom bemutatni, de majd élményt adok nekik karácsonyba. Karácsonyi ajándéknak élményt adok. Méghozzá azt, hogy színházba fogom őket elhívni és meghívni, mert hogy ők ilyen nagyon szeretik az ilyen színházazást, meg az ilyen dolgokat. Hát mi annyira sűrű nem járunk színházba, de azért kb. Egy évben egyszer-kétszer azért eltévedünk mi is, és szerintem ki lehet bírni, úgyhogy színházazás lesz. És hogyha olyan darabot választunk, lehet, hogy még érdekes is lesz, szóval színházazás lesz a karriajándék. Még a tesómnak vettem itt egy szintén ilyen nívás csomagot, egy ilyen Sherry és All Pearls nevű csomagot, ilyen kis szívecske van rajta, meg van benne egy tusfürdő, meg egy azt hiszem testápoló. Várjál. Ja, testápoló, igen. És igazából a nagy kérdés már csak az, hogy anyósom én mit kapnak idén karajándékba, mert így a férjemnek, Hanácskának, anyuéknak, tesómnéknak, nekik már így nagyjából vettem karajándékot, már csak az anyós, após, tehát már csak a férjem családja, őnekik nem vettem karajándékot, úgyhogy igazából ötletem nincs, gyerekek, hogy mit vegyek anyósnak, apósnak, karajándéknak, de lehet, hogy apósnak veszek valamilyen kis bor, vagy valami esmiszerűt, amilyen ilyen csili-vili üvegben van, jó néz ki. Nem tudom. Ki kéne találni. Hogyha van ötletetek, akkor kommentbe írjátok meg nekem, légy szíves, hogy mit vegyek anyósaposnak karajándékot, mert fogalmam nincs, tehát ötletem nincs, hogy mit vegyek nekik. Pedig ez tök jó lenne, hogyha így kiderülne, hogy mit vegyek nekik. Na. Úgyhogy Ja, azt egyébként ma mutattam is nektek azt a kis meskás ilyen kis fotóalbumot, amit csináltattam. Tavaly azt kapták anyuék is, tesóm is, meg anyós após is kapott egyet, és tökre örültek, meg tetszett nekik. Szerintem karácsony ajándékozásnál az a fontos, hogy olyan ajándékot adj, amit úgy fel tud használni, tehát hasznos, például a tusfürdő, meg a testápoló is hasznos, mert hát most nem a kukába dobod utána, tehát szóval elnézést, csak kicsit kölgök. Szóval olyan karajándékot érdemes vásárolni, meg adni, szerintem, amik ilyen később is fel tudják használni, tehát hasznos, vagy olyat, ami ilyen emléknek megmaradt, tehát mint például ez a fotóalbum, meg ezek a például képkeretet is csináltattunk már, és az is tök jó, mert például anyukám még tökre szeretik az ilyen dolgokat, hogy kiteszik, és akkor nézegetik a Hannácskát a képen, mert ugye mi elég ritkán tudunk hazajutni, és őnekik ez fontos. Tehát szerintem vagy olyat adjunk, ami hasznos, és utána fel tud használni karajándéknak, vagy pedig olyat, ami ilyen emléknek megmarad, és akkor így ki tudod tenni, és akkor nézegetni tudod, és akkor így tök jó, mert a fotóalbum is szerintem tök jó, meg ilyen kreatív dolgokat lehet belőle kihozni, tehát csinálhatsz te is ilyen fotókeretet, vagy képkeretet, és akkor kidíszítheted minden. Most így beötlött egy gondolat, hogy mondjuk lehetne csinálni egy ilyen kis emlék, vagy emlékvideót, vagy ilyen kis emlék, ilyen kis fotómontásszerűt, és akkor visszaidézni, mit tudom én, 2017-ben ezek a fontos események történtek. Na. Ja.
csak ma az a baj, hogy tök kevés idő van. De lehet, hogy megcsinálom. Ja. Szóval lehet, hogy akkor ez lesz a Karian járdék anyósoméknak, de még nem vagyok benne biztos. Szívesen várom az ötleteiteket. Jó van. Szívesen várom. És most már elbúcsúzom tőletek, mert már beszélni se tudok, meg már így összefolyik a nyál a számba, és így fáj a torkom egy kicsit. Úgyhogy na, szóval írjátok meg nekem, léci. És akkor ennyi lett volna ez a videó, ha nem pufázok tovább, mert én is túl sokat dumáltam. Pedig csak 10 perceset terveztem ezt a videót, de hát megint már annyit dumáltam, hogy nem igaz. Szóval lőjetek már le! Úgyhogy... Na, szóval akkor elbúcsúzom tőletek. És akkor ha tetszett a videó, akkor lájkoljatok, kommenteljetek, iratkozzatok fel, mert mindent csináljatok itt a csatornámon. A lényeg az, hogy legyetek aktívak. Oké? Na, és akkor most elbúcsúzom tőletek, mert Annácska mindjárt fölébred, és akkor jön ki, és akkor sírni fog. Na, és akkor belesír a videóba, és az nem lenne jó vége. Na, szóval tetszett nektek ez a videó, akkor tartsatok velem legközelebb is, akkor is jövök, és akkor is idegesítelek titeket. Szóval remélem az is tetszeni fog nektek. Na, most már elbúcsúzom, mert ma unjátok a fejemet. Na, jól van, akkor sziasztok! Legközelebb már lehet, hogy csak karikol jövök, mert ma annyira megmutatok. Apa!